Köszöntünk mindenkit a Kutyapárt karantén olimpiájának operatív törzsének eredményhirdetésén. Most fogjuk kiosztani a díjakat a olimpia győzteseinek. Először három kisgyereknek adnánk díjat, ugyanis ők nem kaptak díjat, de olyan nincs, hogy egy kisgyerek ne kapjon díjat. Úgyhogy Regina a maszkmosó vagy szépségversenyért, illetve Csenge a házi kedvencek viadalán, illetve Isti a fedett pályás távolban nézésben elért nem kiemelkedő, de fiatalon elért eredményért kap hát ilyen négy szín. Ezt hogy hívják? Négy szín. Érem. Igen. Na, de vegyük komolyan a szót, és már is jön az első nagy verseny, a maszkmosoly futam. Itt a harmadik helyezést Borbála érte el Budapestről, aki egy kutya. Gratulálunk neki. A maszkmosoly verseny második helyezette Magyar Erzsébet Budapestről, aki szintén nem ember, hanem ő egy ilyen WC-szerűség. És az aranyérmet a verseny számban pedig, mindjárt mondom, hogy ki kapta, amint megtalálom, Bettina Tárnokról lett az első, gratulálunk neki, ő nyeri a nagyértékű autó helyett ezt az érmet, amit majd postán el is küldünk neki. Oké, a második kategória győztesei a bronzéremtől, Hudovánszki Dominika Ceglédről, aki igazából nem tudjuk, hogy mit főzött a tetőző-főző bajnokságon. A második díjat páratlan Kelemennek küldjük a Siriusról, őről esett teljesen biztos, hogy mit főzött, de minden esetre főzött ő, és sokat. És a harmadik, illetve bocsánat, az első helyezett lovas Krisztina Leányvárról, aki egy stadion főzött nekünk, ami az aranyérmet hozta el számára ebben a versenyszámban. Yeah! No, és most jön a mindenki által már nagyon régóta várt, és több százezer résztvevővel lezajlott fedett pályás távolba nézés. Akinek ismerős ez a poén, az téved, ezt mi találtuk ki, jó? Ez nem egy 20 éves poén, akit már mindenki ismert. Harmadik lett Hodovánszki Dominika Ceglédről, akinél hát igazából Soros György ül az ablakába és néz kifelé. A második helyzet lett szintén Bana Bettina Tárnokról, úgyhogy ő rengeteg érmet fog kapni. Az első pedig Sripio Gál Kinga, ahogy nem látszik a távolság mértéke, de azért sejtetően viszonylag nagy. Oké, akkor folytassuk a gyors fertőtlenítés versenyszámmal. Most nem azokat látom itt. Ott az videó. Ja igen, mert ott videós győzteseink vannak. A bronzérmet Metal Pig szerezte meg Szentendréről. Gyönyörű szép bronzérme van, sokkal szebb, mint a többiek bronzérme. Az ezüstöt Lovas Krisztina Leányvárról, ez is egy különlegesen szép ezüst, hiszen videózunk is róla. És az első helyezett kis Vilmos Telkiből. Yeah! Nagyon szuper, gyorsan fertőtlenített ezek szerint. Szerintem nem van a rajzverseny győztesei. Itt a harmadik Matis Evelyn Győrből, aki, ha úgy látom, egy macskával is próbálkozott, hát lehet, hogy nem kellett volna, és akkor egy kicsit előrébb kerül a ranglistán. Milyen macska? Ja. Az ablakban egy macska. Nem tudom, hogy kerülhetett fel egyáltalán a dobogóra. Jó, a második az Mokson Gál Györgyi Budapestről. Itt elég sok végtagot sikerült összerajzolni, azt hiszem, hogy ez győzte meg a zsűrit. És az első, Krusztvisták Gotárd, szintén Budapestről, akinek valószínűleg nem volt ideje az egész négy szint befejezni, de így is nagyon szép. És igazából Megyeszegy Csabának hívják. Jön a többi gyerek. A gyerekek rajzversenye. Ups. A gyerekek rajzversenye. Itt van egy tenyér nálam. Horváth Kamilla
Horváth Natália és Kis Vilmos Ajka-Ajka, illetve Telki településekről győztek a gyermekek kategóriájában, mindnyájan elsők természetesen. Szeretnénk elmondani, hogy gyerekek most már kimehetnek az erkélyre, de mindig alaposan mossanak kezet. Változtak a szabályok, Pest megye Budapesthez közelebbi 10 kilométeres sávjában 9 és 11 óra között már vásárolhatnak 60 és 65 év közti idősek is. És mi a most? Vagyok rajzversenye? Nem. Nem, az volt. Ó, na volt. Szinkron kanapé mozgás versenyszám következik. Itt Lovas Krisztina kapott egy Ultimate díjat. Az Ultimate. Ultimate díjat. Igen. Igen, ez egy kétszínű érem. Háromszínű érem, mint ahogy háromszínű a fikolor is. És itt a folytatása a Dombára? Dombára, milyen karácsony felett picit a kutyák. A hatos után ez jön. Home office lazasági. Home office lazasági. De szinkronuszás jön, de nincs meg a papír, amint folytatódnál. Ajaj, a home office lazasági. Nem raktátok oda a rajzosok közé? Mindegy, folytatjuk valahogy. Állítólag nyugat felől maszkok érkeztek, délután felszakadozhatnak. Megtaláltuk. Köszönöm szépen. Yeah! Ugye a home office lazasági verseny következik, ahol harmadik Bozsó Borbála, aki egy fiú és egy macska. Ugye nem biztos, hogy ez a home office lazasági verseny, de Bozsó Borbála Pécsről harmadiket gratulálunk. Reméljük, hogy lehet, hogy fiú, hát mégis bármi előfordulhat. A második Jávor János Szentendréről, aki egy macska, és pihen, számítógépen pihen. És hát egyértelmű a győztes, nem is volt kétség, ugye Körmeci Róbert munkája Budapestről. Olyan mély társadalmi mondani valóval rendelkezik, és olyan magas a művészeti értéke, hogy nincs olyan zsűri, aki nem neki adná az aranyérmet. És hát van még a Regina, aki mutogat magára, hogy mondjam, és nem tudom miért pontosan, de ő is mit most kap egy fantasztikus díjat, aminek a színe is csodálatos. Rózsaszín. Mert hogy rózsa a Regina, és rózsaszín. Szóvicceket nem mondhatunk el sajnos, úgyhogy nem derült ki, hogy miért. Vitát képes. Most én nem tudom, mi a Suzy ebből valami. De én a pixeles karácsonyfágos, sem tudom pontosan, hogy az melyik. Valószínűleg a házi kedvencek diadala, így van, oké. Okay. Így most már képben vagyok. A bronzérmet Bana Bettina párnokról, ő azért elég sok versenyszámban szuperül teljesített, kapta. A második díjat Bozsó Borbála, ez egy nagyon furcsa pózban ábrázolt cica Pécsről, Borbálának nagyon gratulálunk. Levocki Nesta Budapestről szintén macskával nevezett és nyert. Szép volt, szép volt. Akkor jön a WC papír guriga építő verseny. Itt a bronzérmet Hodovánszki Dominika kapja egy... Hát neki ugye elfogyott a WC papírja, úgyhogy viszonylag keveset tudott felhasználni, nagyon szép munka volt és gratulálunk hozzá. Ő egyébként tagja a pártnak, úgyhogy majd 10%-ot szeretnénk visszakérni. A második helyezett és ezzel az ezüstöt kapja Uzza Ahio, aki egy, hát magát az olimpiát építette meg WC papírból. Az új országos csúcs egyébként. Igen, az első pedig Csuk Emília lett, aki egy nagyon komoly kastélyt épített WC-papír gurigákból és hát WC-papírból. Szombathelyre megy tehát az aranyérem. És Bojti Bence fog még kapni egy díjat, aki hát azért kap díjat, mert ismerjük régóta. És hát csodálatos dolgot csinálta, a parlamentet építette meg WC-papírból. Határidő után sikerült mindezt neki, úgyhogy ő így külön kap egy ilyen platina díjat. Hát az építkezések mindig csúszók. Kiadtunk még valamit?
nálam elfogyott a dolog, de maradt egy csomó díj, szerintem azokat kapjuk mi. Most nálam maradt egy kép, amit nem tudom ki, de az lényeg, hogy valaki valamelyik városból egy valamilyen színű érmet kap ezért a nagyon szép munkáját. Akkor tegyük fel a maradék 4 érmet ennek a hölgynek, akit... Én szeretném az aranyot. Nem, szerintem az a valamelyik videós versenyszám maradt ki. Igen, azt kimagytunk. Jó, hát az direkt maradt ki a videós versenyszám, mert úgy tudnátok élvezni. Így sem volt könnyű dolgotok, ha élvezni akartátok az eredményosztót. És akkor, hát egy 20 év múlva találkozunk. Nem maradjatok otthon. Yeah!